Ugorj a képbe! Úgy vettem észre, hogy az ikonok világa sokszor még azokat is megragadja, akik amúgy nem nagyon járnak templomba. Még ha nem is értjük, hogy mi történik a képen, azt akkor is érezzük, hogy valami egészen különleges kisugárzása van. Például ezt az ikont is biztosan sokan látták már, azonban valószínűleg kevesen tudják, hogy melyik az az ószövetségi történet, amelyből ez a három angyal figura származik. Jelezném, hogy az Ugorja képbe sorozatban már korábban is volt szó ikonról, úgyhogy akit érdekel a téma, érdemes ezt is megkeresni. Ez a kép, amit ma meg fogunk nézni, talán a leghíresebb orosz ikon, sőt, egyesek az ikonfestészet csúcspontjának tartják. Ez nem más, mint Rubljov legismertebb műve, a Szent Háromság, azon kevés művek egyike, amely bizonyíthatóan az övé. A kép készülésének időpontja körül van némi vita a tudósok között. Vannak, akik azt állítják, hogy már 1411 körül elkészülhetett, a legtöbben azonban inkább az 1420-as évekre teszik. Fatáblára készült temperafestmény, amely eredetileg gazdagon aranyozva is volt, jelenleg a moszkvai Tretyakov képtárban található. A képtáron belül a 60. teremben van, aminek ez a neve, hogy Rubljov terem, Rubljovnak és követőinek a művei találhatók itt. Rubljov Szent Háromság ikonja szoros kapcsolatban áll egy rendkívül tisztelt orosz szenttel, Radonyezsi Szent Szergijjel. Ő még a 14. században alapított egy monostort a Moszkvától kb. 70 kilométerre lévő Radonyezs település melletti erdőben, és ezt a kolostort Trojica, tehát Szent Háromság kolostornak nevezte el. A kisvárost ma már nem Radonyezsnek nevezik, hanem Szergijev Posszádnak, és 1993 óta a világörökség része, a kolostor az a mai napig létezik. A kolostor alapítója 1392-ben hunyt el, számos tanítványa és követője volt, és halála után 60 évvel avatták szentté. Az egyik utóda az apáti székben, Radonyezsi Nyikon volt az, aki az alapító emlékére rendelte meg Rubljovtól a Szent Háromság ikont. A képet, ha már valóban 1411 körül elkészült, akkor még egy kis fatemplomban helyezhették el, amit Szent Szergij sírhelye felett emeltek. Később azonban a nagy kőtemplomba került át, amelynek az alapkövét valamikor az 1422-25 körüli időszakban rakták le. A 16. század második felében, itt a kolostorban, az ikonra arany és ezüst ikonborítást helyeztek, és a későbbiekben ezt egyre több drágakővel és gyöngyel díszítették. Az ikon felületén egyébként a mai napig látszódnak azok a nyomok, ahol oda rögzítették a borítást. Az ikon a szentélyt és a templom terét elválasztó ikonosztáz, vagy ikonfal középső kapujától, tehát a királyi ajtótól jobbra a főhelyet foglalta el. Itt ma már természetesen csak egy másolat látható. Hosszú évszázadokon keresztül az volt a szokás,
hogyha egy ikonnak a legfelső olajos lakrétege már egy kicsit megsötétedett, akkor erre ráfestették, tehát megújították ugyanazt a kompozíciót, úgyhogy Rubljov ikonján is 4-5 ilyen réteg volt. Az első nagy tisztítást 1904-ben végezték, ekkor azonban még nem jutottak el a legalsó rétegig, amit maga Rubljov festett, erre csak a második ilyen nagy restaurálás alkalmával találtak rá 1918 és 20 között. A forradalom után az ikon természetesen állami tulajdonba került. Mit is látunk a képen? A háttérben bal oldalon egy házat, középen egy fát, jobb oldalon pedig egy hegyet látunk, az előtérben pedig egy kis négyzet alakú asztalka három oldalán áll, három angyal ül, az asztalon pedig egy kehely van, ebben egy borjú feje található. Az angyalok alakja tökéletesen beleírható egy körbe. Ez azt is jelentheti, hogy áldozásnál használt liturgikus tál, úgynevezett paténa lehetett a minta, akár, amit Rubljov felhasznált, hiszen ezeken a tányérokon nagyon gyakori volt ennek a jelenetnek az ábrázolása. A kör azonban egyben kifejezheti a három alak egy lényegűségét, az egységüket. Ezt a jelenetet nem csak úgy szokták nevezni, hogy Szent Háromság, vagy Ószövetségi Szent Háromság, hanem úgy is, hogy Ábrahám vendégszeretete, amit megmagyaráz az az Ószövetségi bibliai szövegrész, amiből ez a jelenet inspirálódott. Ez Ábrahám hosszú és eseménydús életének csak egyetlen egy pici kis mozzanata volt, mégis nagyon sok ábrázolást találunk ehhez kapcsolódva. A szöveg tehát így szól. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha megnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta, siess, dagasz meg három mérték finom lisztet és süss lángost. Kiszaladt Ábrahám a csordához, és fogott egy szép szopos borjút, és odaadta a legényének, az pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Ez a bibliai jelenet meglehetősen különös és titokzatos. Már a zsidó szövegértelmezők is úgy gondolták, hogy itt nem három egyszerű férfiról van szó, hanem három angyal látogatta meg Ábrahám ősatyát. A keresztény egyházatják is nagyon sokat magyarázzák ezt a történetet, fölhívják a figyelmet arra, hogy bár három férfi jelent meg, Ábrahám mégis egyes számban beszélt hozzájuk, illetve hogy három mérce lisztből süttetett lepényt, de csak egy borjút áldozott, és összességében a keresztény értelmezés azt a jelentést helyezi előtérbe, hogy itt a Szent Háromság három személye jelent meg már az Ószövetségben, és ez a Szent Háromság a teljes kinyilatkoztatását majd az Új Szövetségben fogja megmutatni. Szent Ambrus, milánói püspök az egyik prédikációjában ezt mondta erről a jelenetről, Istent látta meg a hűséges, buzgó és szolgálatkész Ábrahám a Szent Háromság előképében. Noha hármat pillant meg, mégis egységükben tiszteli őket. Ez az értelmezés magyarázza, hogy már a korai keresztény művészetben is számos ábrázolása maradt ennek a jelenetnek, már a katakombákban is, például itt a Via Latina katakombában is előfordul
Ábrahám vendégszeretetének az ábrázolása. Ókeresztény bazilikák falain is gyakran láthattuk, ilyen például a ravennai San Vitale templomnak az egyik mozaikja. A szicíliai Monreale katedrálisában két jelenetben is láthatjuk, bal oldalon, amikor Ábrahám a három angyal lábához borul, jobb oldalon pedig láthatjuk Ábrahámot, Sárát és a három angyalt az asztalnál. Itt egy kicsit jobban kivehető a borjú, aki abban a tálban látható. Ikonokon és fémtálakon nagyon gyakori volt ez a körberendezés, tehát látjuk a három ülő alakot, és két oldalt mögöttük Ábrahám és Sára figuráját. Többféle elképzelés is van arra, hogy vajon melyik angyal, melyik isteni személynek felel meg. Én most ezek közül a leginkább elterjedt, elfogadott nézetet fogom ismertetni. E magyarázat szerint a baloldali angyal lenne az atya, akinek az arcán mély bánatot láthatunk. Mögötte van a ház, ami ugye a bibliai történet szerint Ábrahám sátrára utal, átvitt értelemben azonban a teremtésre, a teremtőre, és mind a két másik szereplő ő felé fordul. A középső angyal lenne Krisztus, ő az, aki megáldja a kelyhet, ami azt jelenti, hogy kész feláldozni magát. Ez az áldó kéz egyébként az egyetlen gesztus, az egyetlen mozdulat ezen a képen. Maga a kehely az mindig is az áldozatra és ezzel együtt az eukarisztiára utal. Krisztus ruhájának színei kettős természetét jelzik, a kék az istenséget, a barna pedig a földi emberi természetét. Mögötte látható a fa, ami utal az eredeti ószövetségi történet helyszínére, Mamré tölgyesére, de egyben természetesen a keresztfára, az életfára, Krisztus kereszthalálára is. A jobboldali angyal pedig a Szentlélek, a vigasztaló, akinek a ruhájában szintén van kék, ami az istenségre utal, de egyben a zöld is megjelenik itt, ami a megújulás, az újjászületés színe. Mögötte látható a hegy, Mória hegye, ami egyben a lelki felemelkedésnek is a szimbóluma. A három angyal, minthogyha időtlen, mozdulatlan szemlélődésben lenne, vagy talán némán titokzatosan kommunikálna egymással. A fiú és a Szentlélek az atya felé fordul. Mintha ez az alázat, az engedelmesség, az elfogadás pillanata lenne, és erről a három alakról a nyugalom, az ünnepélyesség és a tiszta harmónia árad. Szokták egyébként a hit, a remény és a szeretet szimbólumaként is felfogni őket. A ruhájukban található kék egy nagyon különleges és nagyon drága festékkel készült. Ennek az alapanyaga egy szilikát ásvány, amit lapis lazulinak, avagy égkőnek neveznek. Ugyanez az ásvány lazurit és lazúrkő néven is fut, és nem csak ékszereket készítenek belőle, hanem porrá őrölve az ultramarin kék festéknek ez az alapanyaga. Egységre, békére, harmóniára, kölcsönös szeretetre nagyon nagy szükség volt a korabeli Oroszországban. Oroszország állandó tatártámadásoknak volt kitéve, és maga Radonyezsi Szent Szergíj nagyon sokat tett azért, hogy elsimítsa a fejedelmek közötti civódásokat. Tehát ennek a képnek ilyen formán tulajdonképpen politikai és aktuális üzenete is volt. A festőről, Andrei Rubjovról nem sokat tudunk. Azt tudjuk, hogy
szerzetes volt, meg pedig egy moszkvai kolostornak volt a tagja, és azt is tudjuk, hogy nem csak ikonokat, hanem nagyméretű freskó megrendeléseket is elvállalt, ezeket általában társakkal együtt teljesítette. Sok helyen dolgozott, Moszkvában, Vlagyimirben, Zvenyigorodban és Radonyesben is, és 1988-ban az Orosz Ortodox Egyház szentté avatta őt, ikonfestő Szent András néven, úgyhogy ez az ikon, amit itt bal oldalon látunk, ezt nem Andrej Rubjov festette, hanem róla festették, mint szentről. És látjuk, hogy a kezében pontosan a Szent Háromság ikont tartja. Rubjov képének még számtalan egyházi, teológiai, képteológiai vonatkozása van. Én túl kicsi vagyok ahhoz, hogy ezekbe akár csak érintőlegesen is belemenjek. Minden esetre Pavel Florenszky az Ikonosztász című könyvében úgy összegezte a maga ikonteológiáját, hogy Rubjov Szent Háromsága létezik, tehát létezik Isten. Ez a három csendes, kecses angyal, mintha arra invitálna minket nézőket, hogy járuljunk mi is ehhez az asztalhoz, ami olyan, mint egy oltár, hiszen az eukarisztia, az áldozat jelenik meg rajta, és részesüljünk mi is ebből a csodálatos, kölcsönös szeretetből. Ugorja képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videómat. Nézd meg a többi elemzést is, egyik sem hosszabb 20 percnél. Kommentelj, írj nekem e-mailt. Volt már olyan videó, amit kifejezetten nézői kérésre készítettem el. És iratkozz fel!